ezúttal három elkapóval és egy tight ender áll föl a Cowbells együttese. Roják fut. Roják futásából egy pár yard összejött, és mezben Michi Eaton. Az ő jelenléte egyébként, ugye ő az előző szezonban még játékos volt, aztán most már ugye head coach, tehát vezet először a nyomást. Harmadik és 13 futójáték, és nem sikerül megiramodni ezúttal. Cseperkáló próbálkozott, leparancsolják a hazaiak a vendégek támadó sorát a pályáról. Így mozdulni a fehér mezesek. Ismét Cirok fut. Hozott is belőle egy 5 yardot, hogyha jó. Kálbesznek is picit meg kéne próbálnia többet futni. Azért Cseperkálónak voltak szép megmozdulásai. És most Roják indul el, ami jó egy first downra. Bőven elég volt, igen. Újabb huddle. Cirok behívja a következő playt, amit az oldalvonalról kapott. Nagyon keményet küzdött egyébként Roják, hogy azért nyerjen még legalább egy yardot. Már tényleg szinte bőségesen megvolt a first down. Jöhet tehát az első. Körülbelül egy 2 yardot sikerült, 3 yardot sikerült belőle hozni. Azúttal is Roják kapta meg egyébként a labdát. És lehet, hogy megpróbálják egy kicsit a budapestiek is. A pontot szerezzen a csapat. De erre bőven van még idő. Hoppá! Kis bemozdulás, és természetesen jön is erre a sárga zászló. Azért szépen be. És azért ott vannak a Miskolc Steelers tér felén, tehát talán annyira azért ez nem fenyegető kiindulási pont szempontjából. Cirok megpróbál ott maradni a zsebben, és kibújik Cirok, ez egy remek játék, és megcsinálja a first down-t. De megint egy zászló. Harmadik kísérlet, és még 8 yardot kellene megtenni a Steelersnek. Michi Eaton, hoppá, hogy indult el! A vezető edző. Ha jól látom, meg is van a first down vele. Ugye ő a védelem kapitánya egyébként. Másodállásban, vagy első állásban már nem is lehet tudni, halmozza itt az élvezeteket Michi Eaton. Hát a tapasztalatai megengedik, hogy edzősködése mellett egyébként aktív sok perc van hátra. Cirok, ki kell forognia, és Michi Eaton ér oda. Egy szek itt a végén úgy fest. Hát nem nagyon ért közel. A Budapest Cowboys nem tudta tehát igazából azt a kivédekezett negyedik kísérletet kihasználni. Troy Rice, AJ Benson, mind a hárman fönn vannak a pályán. Lássuk. Jordan átadja Eatonnek, Eaton, és nincsen bent. Benyújtotta? A bizony. A bíró jelzi is a touchdown. Touchdown! Benyújtotta! Hát ez óriási bravúr volt. Elsőre úgy festett, hogy sikerül lekapcsolni, de Mitch Eaton erőből megfutja ezt a touchdown-t. Egészen elképesztő, nagyon-nagyon bevállalós játék volt, és itt láthatjuk, itt kiviszik a lábát, és ott benyújtja valahogy, hol nem. Minden esetre most kivitte az oldalvonalon kívülre, nem volt annyira jó a kickoff, közben Cirok futna, Eaton megfogja, és így egy negatív yardos kísérlet, vagy hát legalábbis talán a bírók kézjelzése alapján nem veszítenek, de legalábbis nagyon-nagyon nehezen tudott elindulni csak Cirok előre. Megint Mitch Eatont láthattuk, a kéremek szereléssel állította meg a plét, pedig... Touchdown után most már futott TD-je is van Cirok Mártonnak. Azért sérülések azok már akadtak a tegnapi mérkőzésen is, ezt azért majd a későbbiekben érintjük, de egyelőre lássuk Mitch Eaton futását! Mitch Eaton, és sikerült még kitolni! Nincs bent még. Sikerült kitolni, hát az ember feletti munka volt. Hihetetlen milyen lendülettel tud egyébként elindulni Eaton, pedig hát azért nem a futó a posztja. Kárpáti az, aki kilép, és aztán tereli kifelé, vállal, nagyon szépen mutatta be. Az egy yardos vonalon sikerült még megállítani.
második és gól. Megint nagyon-nagyon, és a védelemnek a pihenése szempontjából sem volt mindegy az, hogy időt. Cirók megint első szándékból magánál tartja végül, aztán elindul, és first down lesz ebből. Épp, hogy megfutott. Beijeszt, aztán végül, ugye ez nem is ijesztés, hanem nem lát igazán jó célpontot valószínű. Persze, hát ez egyértelműen a védekező kornereket dicséri, de hát olyan szorosan tudnak rajta maradni az elkapókon, hogy nem, vagy legalábbis minimalizálniuk kéne ahhoz, hogy ritmusosan tudjanak előre haladni. Cirók, Ethan, milyen szeg volt, és aztán utána szerintem. Vajon megvolt? Nem ért földet a szekk alatt. Na lássuk, ott megvan, megfogja Ethan, és aztán nem tudja magánál tartani. Cirók. Saját magára húzta rá Cirókot Ethan, és így, ahogy kipattant a labda, ugye nem ért földet Cirók.